Sziasztok! Párkapcsolat. Ha elrömlik, szerelőhöz viszed, vagy kidobod, és már nem próbálod megjavítani. Nagyon sokan összevesznek a pénz miatt is, a hűtlenség miatt, hazugságok miatt, és a bizalom hiánya miatt. Ha nem bízol, nem hiszel, ha nem szeretsz valakit, akkor miért tartasz vele egy úton? Választasz egy utat, hogy vele vagy, és eltitkolod, hogy tettél dolgokat, de miért? Miért érzed úgy, hogy hazudni kell? Mert nem volt alkalmad rá, hogy elmond neki. Kerested a megfelelő alkalmat, kerested a megfelelő időt. Hogy mikor mondd el neki, amikor a nap 24 órájában 5 milliárdszor elmondhatod. Megírhatod, de az csúnya. Ne írd meg. Álljod el és mondd el neki, hogy valamit tettél, és valami elromlott köztetek, és te megcsaltad, te hazudtál, te nem vagy már biztos az érzéseidben. Őszinte legyél, miért hazudnak az emberek? Miért hazudsz? Jobb a hazugság, mint az igazság? Jobb a kegyes hazugság, mint a fájdalmas hazugság? A fájdalmas őszinteség sokkal jobb. Inkább fájjon, hogy őszinte vagy, mint hogy rossz legyen, hogy hazudsz. Miért mondják azt az emberek, hogy keresik az időt, hogy elmondjanak valamit, ami bántja őket? Keresed az időt, hogy elmondd, hogy megcsaltad a feleségedet? Keresed az alkalmat, hogy elmondd, hogy te úgy érzed, hogy ez a kapcsolat nem működik. Hát ott állsz előtte, ott vagy. Akkor mondd el annak a személynek, akinek kell. Egy másik emberrel megbeszéled a párkapcsolatod problémáit, és nem annak mondod el, akivel problémáid vannak a kapcsolatodban, hanem a barátnődnek, baráti körödnek. És az, akiről szó van, az meg nem tud róla, és mástól tudja meg, hogy problémáitok vannak, és rájön, hogy átverted, hazudtál. De miért? Miért nem voltál őszinte vele? Miért hiszed azt, hogy ha titkolod, húzod, akkor nem fog kiderülni? Kiderül. Erre most mondanék egy példát. Van a fa. Kidől bele a vízbe. Megpróbálod lenyomni, lentartani, ameddig bírod. Meddig bírod lentartani? Sem eddig. Elengedett, feljön a vízből. Feljön a vízből. Ilyen a kapcsolat. Ilyen az, amikor hazudsz, ilyen, amikor titkolózol. Titkolózol sokáig, de aztán az feltör, mint a vulkán, és ennyi. Elromlik egy kapcsolat, az a megoldás, hogy vitatkoztok. Veszekedtek, elmentek egy párkapcsolati terápiára, ahol ugyanúgy összevesztek, mert mindenképp össze kell vesznetek. És ott sem mondjátok ki, hogy én nem tudok veled lenni, mert nem téged szeretlek, hanem van egy lány, így hívják, van egy fiú, úgy hívják. Miért nem nyíltak az emberek? Miért nem nyíltak az emberek, és mondják azt, hogy nem működik? Családok összevesznek, a gyerekek látják, hogy összevesznek a szülők. Ezt a példát látják a gyerekek, hogy veszekedni kell. És ha megkérdezi a kisgyerek, hogy miért vesznek össze a szülők hazudnak. Hazudják a szülők, hogy a gyerekeknek ne legyen rossz. Mondd el, hogy igenis, sajnos nem működik köztetek a dolog. Mondd el, hogy nem működik. Mondd el, hogy neked ez nem megy már. És lehet, hogy meg fogja érteni. Akár a gyerekek, akár a párkapcsolatodban lévő fiú-lány. Nyíltan mondd el, hogy van valami, amit te máshogy szeretnél. Szeretnéd máshogy alakítani a kapcsolatodat vele. Szeretnéd, ha úgy lenne vége, ha nem lennének viták és háborúk. Közös megegyezések családokon belül is lehet. Igen. Egyik nap itt, másik nap ott. Tiszta sor, döntsük el, felesleges vitatkozásnak nincs helye. Bíróság, egyebek, mit tudom én mik. Elváltok. Minek? Miért házasodtok össze? Nagyon sokan összeházasodnak, tart egy-két hónapig és elválnak. De miért? Miért volt akkor az a nagy felhajtás, a házasság?
Hűséget fogadsz. Örök hűséget, míg a halál el nem választ. Aztán 2 hónap, és ennyi volt. Kész. Kifúj. Rájöttél 2 hónap alatt, hogy nem szereted a párodat, nem szeretitek egymást. Amikor a házasságot kötöttétek, akkor ez nem jutott eszetekbe, hogy igazából egymást nem is szeretitek. Érdekházasságok vannak? Nagyon sokan házasodnak össze csak azért, mert azt gondolják, hogy az jó. De aztán tönkre megy ez a házasság, tönkre megy a szerelem, tönkre megy a kapcsolat. Miért? Mert nem vagy őszinte. Nem mondod ki azt, hogy figyelj, nekem tetszik az a nő, tetszik az a fiú, ugye? Miért nem mondod ki? Tehát konkrétan odamész a férjedhez, odamész a párodhoz, a barátodhoz, a barátnődhoz, és elmondod neki, már pedig te mást érzel, és őszinte leszel. Nyíltan kimondod, hogy nem szereted, nem akarsz vele lenni, és szeretnéd, hogyha ezt úgy tudnátok intézni, hogy ne legyenek viták. A családom belül is úgy lehetne intézni ezt, hogy ne legyen vitatkozás. Miért vitatkoznak az emberek? Miért ordítanak? Az ordítással mit intézel el? Folyamatos feszültség. Folyamatos stressz lesz benned, és aggódsz azon, hogy ő elhagyott, megcsalt, hazudott, szemét volt, minden. De miért? Az jó, hogyha ordítasz, veszekszel, vitatkozol. Azzal könnyedén el tudod engedni a szerelmet. Vagy lehet, hogy valamit érzel iránta, de úgy érzed, hogy az ordítással tudod titkolni? Vagy azzal ki tudod mutatni, hogy ő fontos neked? Elmész, veszel virágot, bombont. A bombont megeszed, a virág meg elhervad. Addig tartott az úgymondott szerelem, amíg a virág el nem hervadt. Itt egy virág. Odadod, tedd vázába. Pár héten belül elhervad. Megérte ez az egész őszintén? Nem. Én megmondom őszintén nektek, hogy szerintem az emberek a hazugságot jobban szeretik, mint az igazságot. Nem vagytok bátrak, nem bátrak az emberek kimondani nyíltan a párkapcsolatukban, hogy valami nem jó. Hát most nem tudtam elmondani, most nem volt rá alkalma, most nem volt időm, nem mertem elmondani. A nagy lófaszt. Miért nem állsz oda el, és figyelj, mondod neki, hogy drágám, képzeld el, hogy rájöttem, és szerintem nem tudom, te hogy vagy vele, de már nem úgy működik közöttünk a dolog. És mi van akkor, ha ő is nyíltan elmondja azt neked, amit te is el akarsz mondani neki? Te hazudja azt, hogy hát nem volt rá időm meg alkalmam, és elmegy a barátnőjéhez, kicsacsogják a témát, elmegy a srác a haveri körbe, isznak, elmennek egy kocsmába, ott megbeszélik az adott párkapcsolataikat, és jót röhögnek rajta, hogy nem merik elmondani egymásnak, ahogy a fiú a lánynak, a lány a fiúnak se. Tehát a fiúk is hibásak, mert ők is hazudnak, meg a lányok is. És egymásnak hazudnak, és mással megbeszélitek a problémákat, egymással meg nem tudjátok, mert nem volt alkalmatok megbeszélni. Nem volt időtök. De a barátokkal, a barátnővel van időd megbeszélni a párkapcsolatodat. Tehát egymással, aki együtt van, az nem tudja egymásnak elmondani, hogy elromlott közöttük a dolog. Elmész a baráti köröddel iszogatni, bulizni, és ott elmondod, elsírod a bánatodat, hogy te nem szereted a csajodat. A csaj elmondja a barátnőnek, hogy nem szereti a paliát, mert megcsalta, meg mással van együtt. És ezt egymással nem tudtátok kokektálni? Nem tudtátok egymásnak ezt így megmondani, és nyíltan, őszintén elmondani, hogy na, ez és ez van. Gyerekek, ez hihetetlen, nem? Ez borzasztó, hogy... Borzasztó. És akkor a családokban is az van, hogy nagyon sokan összevesznek, és nem képesek arra, hogy nyíltan megbeszéljék, hanem elmennek és vitatkoznak. Bíróságra, perre viszik a gyerekek elhelyezését. Vadidegenek döntik el, hogy te a gyerekeidet láthatod-e, vagy nem. Mert nem tudtok megegyezni. Mert nem tudtok dülőre jutni, hogy mi jó. De igen, dülőre tudsz jutni, hogyha nyíltan, őszintén megbeszéled. Tudjátok, mi a helyes döntés? Az, hogy azt mondjátok, hogy igenis. Legyen az, hogy hétvégén nálam van a gyerek. Hétköznap nálad. De ha kell, akkor hétköznap is tudok segíteni. Tudok menni, és ha kell, akkor elviszem iskolába reggel, elviszem oviba, elviszem ide, elviszem oda. Fontos a munka. Ahogy gondolod. De ha elvesztegeted az idődet, a családoddal töltött idődet, hogy mit csinálsz, pénzzel kompenzálod a gyereked szeretetét? Megveszel mindent a gyereknek, és ő ezzel érezni fogja, hogy szeretted őt? Vagy szereted? Nem.
Na de mindegy, párkapcsolatok, családok. A párkapcsolatok is, ha tönkre mennek, helyre lehet azt hozni. Az őszinteséggel, azzal, hogy nyíltan elmondod, hogy te máshogy érzel, máshogy gondolod. Te észrevettél valamit a párodon, barátodon, fiúdon, egymáson észrevettetek. A lány a lányjal van együtt, a fiú a fiúval, mindegy. De észreveszed, hogy valami nem jó. Ti magatok ketten üljetek le egymással, a négy fal között is ordibálás, vitatkozás, nem egyetértésen kívül, próbáljatok dülőre jutni, hogy mi a helyes. Gondolkodjatok közben, miközben beszélgettek. Persze iszogattok, szól a zene, egy kicsikét elvagytok, hogy hozzátok helyre, keresétek meg azokat a helyes utakat, ami jó, ami a jó felé vezet. Ne a rossz utat válaszd meg, ne a rossz utat akart, hogy vitatkozol, ordítasz. A családoknál is az lenne a legfontosabb, hogy ne vitatkozz, ne veszekedj, hanem ülj le és beszéld meg. Ebédeljetek. Főzzetek együtt, és elevenítsétek fel a régi dolgokat, és csináljatok olyan dolgokat, amiket még soha nem csináltatok. Kiránduljatok együtt. Mondd azt a főnöködnek, hogy figyelj, most a családommal akarok lenni. És ha a főnököd kirúg, akkor mondd azt, hogy jó, egyefene lesz másik munkád. Mert a család azért mégiscsak fontosabb, mint a munkád. Miért? Mert azért a családod legalább tudja, hogy szereted. És a párkapcsolat is megmarad, hogyha őszinte vagy és határozott, és kimondod nyíltan, amit gondolsz. Nem? Nyíltan, bátran kimondod, amit te szeretnél. Miért nem vagy őszinte a pároddal, és miért nem vagy őszinte a családoddal? Miért hazudsz? Hazugság, titkolózás. Nem az őszintét mondom. Elbagatelizálod az egészet, elvicceled, elszórakozod az életedet úgy, hogy nem az őszinteséget mutattad, nem mondtad ki, amit tényleg igazán érzel, ami a szívedben van, hogy kimondd, hogy igenis, én azt érzem, hogy valami újat kellene csinálnunk. Én úgy érzem, hogy nem téged szeretlek. Úgy érzem, hogy döntsük el együtt, hogy nálad van és nálad van. Sokkal fontosabb a büszkeséged, mint az őszinteséged? Lehetsz persze büszke, de mire? Büszke vagy arra, hogy van egy gyönyörű szép családod, ez így van. Ez egy nagyon jó dolog, a család a legjobb dolog, a gyerekek, a legjobb dolog, hogy vannak gyerekek, születnek gyerekek, van gyönyörű szép család. De ha tönkre megy, hozd helyre együtt. Ott ülnek a gyerekek, igen, tudjanak a gyerekek is arról, hogy valami nem működik. Miért ne tudják a gyerekek, hogy a családban probléma van? Hát dehogy nem, hát tudnia kell, mert akkor tudni fogja, hogy hozhatná ő is helyre. Valamikor lehet, hogy a gyerekek hozzák helyre azt a kapcsolatot a két szülő között, amit ők nem tudnak helyrehozni. A párkapcsolatokban is együtt kellene, nem másoknak kellene helyrehozni a kívülálló embereknek, barátoknak, barátnőknek a párkapcsolatodat, mert nekik el tudod mondani, de akivel együtt laksz, együtt élsz a nap 24 órájában, egy helyre jártok, egy helyre mentek, együtt csináltok mindent, együtt nem tudtok megbeszélni dolgokat, de másokkal meg tudjátok beszélni. Na, ez a csúnya dolog ebben. Jaj, gyerekek, annyira ki tudott tisztulni most a lelkem, hogy én őszintén nyíltan kimondtam a véleményemet erről az egészről. Én azt gondolom, hogy az lenne a helyes út, hogyha bátor lennél, és azt mondanád, hogy igenis, új dolgot akarsz. A párkapcsolatodat is hozd helyre, a családodat is hozd helyre, beszélgessetek. Csináljatok olyan dolgokat, amiket eddig még nem, amiket nagyon régen elevenítsetek fel dolgokat. Együtt legyetek, sétálás, filmezés, evés, bulizás, szórakozás, együtt. Nem az, hogy a párkapcsolatban is, hát most ő elmegy bulizni a barátnőivel, a srác meg elmegy bulizni a haverjaival, ő iszogat, a csaj máshol van, megcsalja a csaj a pasiját, a pasi megcsalja a csajt, hazamegy másnap reggel, vagy harmadnap, vagy egy hét múlva, és hát én a barátnőmnél aludtam, én a barátaimnál aludtam. Hazugság. Hazudsz. Hazudsz, hazudsz, hazudsz. Mondd meg, hogy igenis, te aludtál egy csajjal, te meg aludtál egy fiúval. Megcsaltad, ő is megcsalt, te is megcsaltad, kész. Igen, mert ittatok, mert buli volt, igen. De az alkoholra fogsz mindent.
az alkoholra. Milyen érdekes, hogy sokan tudják, hogy az alkohol alatt, vagy a befolyás alatt ők képesek megcsalni bárkit. Meg hú, hát én mindent megtesz, meg mindent megtesz. Ha ő alkoholt iszik, akkor ő mindenre képes. Igen? Honnan tudod te, hogy az alkohol mit hoz ki belőled? Ja, mert elmesélték a barátaid. Mivel akkor ez nem is igaz? Mert ők is szeretnek hazudni. Na mindegy, én ezt a véleményt fejtettem ki erről az egészről. Párkapcsolatról és a családról. Remélem, hogy nem mondtam olyan dolgot, amivel megsértenék bárkit, de aki meg megsértődik, akkor biztos igazat mondtam. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. A párkapcsolatodat úgy tudod helyrehozni, hogy nem hazudsz. Mi az, hogy nincs időd rá, hogy te elmond neki, hogy megcsaltad. De hogy nincs, odamész, azt elmondod, azt mi történik, összevesztek, ordítoztok. Mit értél el vele? Utána meg mehetsz a párkapcsolatod, az új párkapcsolatodban, azt lehetsz boldog. De az is véget ér. Tudod, ez egy körforgás. Leesik az eső, tó lesz belőle, egy nagy víz lesz belőle, felszáll, újra eső. Ugye, kivirágoznak a fák, aztán jön a tél, lehullantja levelét a fa. Így ér véget az élet, így ér véget egy kapcsolat, szerelem, családok. Gyönyörű szép a család, együtt van, aztán nem lesz együtt. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következőben. Következő videóban, és majd valami jó témával jövök, remélhetőleg. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra, és őszinte legyél, sose hazudj. Nyíltan, bátran!